Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a csatornámon, a Joker Kör Podcast harmadik adásában, és ezúttal kettő vendégem is van, jobbról balra haladva, Heldő Zoltán, aki igen-igen sok eredménnyel rendelkezik, de hamarosan bemutatom őt is, illetve állandó segítője mostanában Lajos Gyula, Luigi. Sziasztok! Sziasztok! Csak hogy mindenki képbe kerüljön, hogy kiről van szó. Held Zoltán 97-ben kezdte meg a rallycrossos pályafutását Divízió 4 H-csoportban egy Skoda 130-assal. 98-ban is ugyanebben a kategóriában versenyzett kettő futamon, Cserénfán és Ádándon. 99-ben viszont már fellépett Divíziót Euro 2000-be egy Volkswagen Golf-val. Ebben a szezonban is Nyirádon is Ádándon versenyzett, majd 2000-től jött egy hosszabb pihenő, 2020-ban pedig visszatért a rallycrossba, a frissen indult Hybrid RX kategóriába, és olyan versenyzők mögött végzett a negyedik helyen, mint Luigi, aki abban az évben bajnok lett, Vaskó Dominik lett a második, Nagy Beni lett a harmadik, és Túri Tamás lett az ötödik abban a szezonban. 2021-től viszont már áttért az épített autókra, és ismét egy 2 liter alatti kocsival versenyzett, egészen pontosan egy Peugeot 208-assal, és jöttek is az eredmények, hiszen OB-ban és zónában is Román Császtorál mögött a második helyen végzett. 2022-ben viszont már az STC plusz 2000-esek között ment egy BMW E46-ossal, ott a zóna szezon sikerült eredményesebben, ami egy harmadik hely lett a szezon végén, és 2023-ban pedig ismét frontos kocsira váltott, egy Volkswagen Polóra, és vissza a 2 literesek közé, aminek egy országos bajnoki második hely lett az eredménye, valamint a szezon végén már a Supercars kategóriában egy Audi A1-essel, egészen pontosan Kárai Tamás autójával versenyzett két futam erejéig, és rögtön jól sikerült a debütálás, hiszen Szlovákia ringen, a zóna versenyen rögtön győzelemmel kezdett, és jól állt a zászló Mária Pócson is a szezonzáró versenyen. Ott viszont egy technikai probléma miatt nem jött össze a jó eredmény. Azt emeljük ki, hogy az első helyen ment addig. Igen, így van. Hát rögtön a rajt után, csak aztán egyből jött a technikai probléma. Félig 50%-ban rajt. Akkor az már meg rajton dől el, tehát akkor 50%-ban meg volt, csak... Meg a mázli a másik 50%? Vagy hogy nézünk ki? Hát, hogy néz ki, hogy a rajtban, ha eljössz, akkor mekkora pszichikai terhet teszel rá a mögötted lévőre azzal, hogy a rajtban eljöttél. Tehát ez egy pszichikai terrornak tartom, hogyha jó a rajtod, félig nyertél. Utána be kell hozni a kocsit. Mindenre ki fogunk térni, főleg arra, hogy mit hozott Zoli a Jézuska. Jézuska, hát megpróbáltunk Luigival, bejártuk itt fél Európát, kereskedtünk egy bizonyos költségvetésbe, bele kellett férnünk, mert ugye sajnos nem az Isten pénzése nem tudjuk elküldeni. Mi sem volt egy költségvetésünk, amit bele kellett férni, és mi hoztunk haza egy Renault Clio Supercart, amit most upgrade-elünk, és megpróbáljuk felhozni, hogy a magyar OB és a CEZ-es kategóriákba ütőképes legyen. És akkor kezdjük a közös rovattal. Nem olyan régen voltatok Spanyolországban egy meglehetősen érdekes járműnek a tesztelésén. Meséljetek erről, Luigi. Az ő ötlete volt. Nagyon jó volt a kaja egyébként. Egyben lényeggel, köszönöm szépen. Ja, meg a versenyzés, vagy mi volt a teszt előtti nap, gyakorlatilag beszédültünk egy olyan étterembe, ahol nagyon jó volt a vendéglátás, és kiderült, hogy ki kell aludjuk magunkat, mert így nem fogunk tudni vezetni másnap, hogyha így érted, hogy mire gondolod. Vizerrel vagy Ryanairrel mentetek, mert az nagyon fontos ilyenkor. Vizer volt. Már nem engedték fel a csomagunkat, pluszba kell fizetni, mert ő kitalálta, hogy ugye, hogy nem kell feladni csomagot. Nálunk a kaland az egy kicsit mindig korábban indul, mint maga az esemény, úgyhogy ez is jó volt. Ja. De Spanyolországban Calafat városában, 150 kilométerre Barcelonától, tengerparton dél irányába. Van egy csapat, akinek ez a teszt pályája. Ők karnyújtásnyira vannak idézőjelesen ettől a pályától, ott a bázisuk, és ott kocsisztatnak mindenkit. Ez a 0-1 csapata.
akik az majd rakunk be képeket. Az RX2-e bajnokságban üzemeltetnek kocsikat, elég sokat, elég jó nevű pilótáik vannak. Többek között ugye a Nils Anderson is náluk ment, aki nyerte a sorozatot, és ugye a másik menő pilótájuk az a Pablo Juarez, aki igencsak jó eredményeket ér el, ugyanis összetettben negyedik lett. Itt, mi ez a jármű pontosan? Zeroid. Zeroid 1. 1. Elektromos kocsi. RX2-e, teljesen elektromos autó. Súly, teljesítmény. Alapvetően szerintem azt hadd mondjam el, hogy nem tudom, hogy kell mondani, hogy mi a sorozat. Mert amikor megírtam azt, hogy szerintem a VB másodosztálya, akkor fölhívott a marketingesük, hogy ezt nagyon gyorsan felejtsük el, és hogy ez nem egy Class 2. Hogy nem csak az RX1 a világbajnokság, hanem ez is az. De közben meg én megmondom őszintén, hogy én nagyon feltúrtam az FIA-t, amit már mint az internetes részét, és ezt nem hozzák a világbajnokságon. Tehát, hogy most nem tudom, hogy akkor ez mi. Igen, ez egyébként egy nagyon érdekes történet, pláne úgy, hogy a tavalyi évben ugye volt Löbéknek ez a tűzesete, és utána átváltottak ezekre az autókra, és kezdte mindenki a saját versenyautójával, majd ugye a szezon jó részétől egyforma autókkal, egyen kocsikkal, márkakupaként idézőjelesen fejezték be a szezont, és hirdettek világbajnokot, és ugye a rallycross az a sport, ahol sok versenyző indul, és Johann Kristoffersson nyer mindig. Hát, mert Zoli még nem megy. Szóval nem tudom, hogy ezt hogy nevezzem. Ezt egy költő is már ezt megírta egyszer. Tehát, hogy ha azt mondod, hogy Európa bajnokság, azt mondja a promóter, hogy nem. Igen, ez... Ha azt mondod, hogy világbajnokság, megint csak azt mondja a promóter, hogy nem. Viszont amiben biztosan megegyezhetünk, hogyha lehet ilyet mondani, hogy a világbajnokság égisze alatt fut. Tehát nem a titulusa, hanem az égisze alatt fut. És alapvetően például a Viktor Ranks, vagy Ranks, vagy ki, hogy igen, hívja. Viktor Ranks. Igen, igen, belga, hát. Igen, na mindegy, és tudjuk, kiről van szó, a kis fiatal kölyök, egy szenzációsan nagy talentum. Tehát egy picit fektettem rá energiát, és átnéztem a média megjelenést, amit nem ő csinál, hanem amit maga az FIA promótál, és az kétszeres egymást követő szezonokban megnyerő Európa bajnokunk Anton Marklund, az nagyjából 80 néhány százalékkal kevesebb promotációt kapott, mint ez a srác. Nem pedig azért, egy pár EB címet összehozott igen, már. Igen, pedig nem, tehát nem azért, mert itt nem az emberről van szó, hanem a kategóriát igen. Kell nézni, igen. Tehát, hogy az RX2-e az ebből érződik talán, hogy a VB alá tartozik, és nem az EB alá, hogy az EB fölött van-e, vagy nem, vagy egyáltalán kell-e ilyenről beszélni, csak például az a nehéz, hogy te mit mondanál akkor, hogy hol versenyzel? Igen, ez egy nehéz kérdés. Na de, hogy beszéljünk a lényegről, milyen volt a teszt, mennyit mehettetek, hogy nézett ki a program, új gumibeszállító van, tudtátok-e már az új gumikat is tesztelni? Nem tesztelhetők az új gumikat, mi ahhoz nem kaptunk. Annyit mehetünk szinte, amennyit lehetett. Amennyit befizettetek. Nem, ez így érdekes. Nagyon korrektek voltak, mert egyszerűen a töltéssel is kellett foglalkozniuk, meg mindig, minden futam után átnézték az autókat. Ő nagyon komolyan gondolják, ők ezt azért azt hozzá kell tenni, hogy a kiszolgálás az reggeli, kávé, ebéddel, mindennel foglalkozott. Rendben volt. Telemetriáztak. Segítőkészek voltak mindaddig, amíg a Luigi ugye el nem verte őket időben, addig nagyon rendesek voltak. De hogy nézett ki maga a program? Tehát kaptatok mérnököt külön? Kaptunk mérnököt, szerelőt, ugye... Hát a Zoli, csak hogy a picit Zoli a kívülállók is nem, lássák, volt, azért kérdezek ennyit. Kaptunk mindent. Én azt mondom, hogy megértetted egy ilyen helyre elmenni, eleve eljutottunk Spanyolországba, eljutottunk Kalafába, egy ilyen autót kipróbálni, attól függetlenül, hogy nem benzines, meg nem durok, csattog. Egy élmény volt. Úgyhogy egy nagy nevekkel össze tudtuk magunkat hasonlítani, hogy
na hova tartozunk ebbe a ebbe a régióba. Kik teszteltek rajtatok kívül? Hú, rengetegen. Tényleg azt, látod, itt is tudod, hogy megint, még egy picit le vagyok ragadva az előző, hogy hogy is hívd ezt a sorozatot. Tehát ők úgy hívják a Neil Sandersont, hogy világbajnok. Érted? És most hogy mondod legyen meg? Legyen ez kategória, tehát... Úgy, igen, de te nem tudod. Meg hogy... nem is világkupa, ugye még azt szokták a VB alatt jelezni. Tudod, mi az érdekes? Hogy szerintem a hibridnek komolyabb titulusa van, mert az legalább egy bajnokság. Na majd arról is fogunk beszélni. Szóval, új, itt mekkora csapongás lesz, szóval erre készülj a fel mindenki. Hagyd tegyek bele, amit mondott a Zoli igazából, hogy szerintem ami a legfontosabb, amit legjobban kell kiemelni, hogy ugye hát légierő az érdeklődik a Zoli után, ugyanis G19-nek hívják. Ezt fejtsük ki, hogy mindenki értse. Hát ez úgy történt. Az egész... Hát ez úgy történt. Már a magyarázkodás egyből. Nem akarok magyarázkodni, mivel az angol nyelvtudásom nem a toppon van. Max, annyit tudtam mondani, error, tehát valami nem... Nem azt a kocsi not mondta. Working, azt miután vezetted, a kocsi mondta working. Azt. Folyamatosan a telemetriák alatt volt egy ugrató, amit mindig elmondták, hogy hát kicsit simítsuk meg a féket, csak mutassuk meg, és gázzal kell átugratni. És ötször feltettem a fiatalembernek a kérdést, hogy... Én voltam a tolmácsa egyébként. Hogy amúgy kibírja a kocsit, tehát át lehet ugratni. Persze, de azért mégse tudod olyan. Igazából nem is kaptunk választ, de kibírja a kocsi, az volt a mondás. És ugye elkezdtük menni a harmadik, negyedik köröket. Úgy érzem, hogy hoztuk a formát, mert volt olyan befutás, amit én nyertem meg. Utána Luigi fölébredt a sziasztából, a spanyol sziasztából. Nem, rosszul volt szerintem az előző nap. Nem ihatott úgy, mint mi, és ezért rosszul volt. Nem, egyébként tényleg valamit tettem. Rosszul voltam a versenyautó. Ja, rosszul volt a verseny. Á, tehát rákjárásban ment a pályája vissza, vagy mi történt? A pályája. Egyik ismerősöm azt mondta a pályára, hogy az olyan, mint a bácskai rizses hús, csak igen. Rákkal. Igen. Ráadásul mi ezt fekete rizse lettük. Fekete rizse lettük. Tehát, hogy igazából az volt a baj, hogy valójában rosszul voltam az autóban, és folyamatosan össze kellett szednem magam az etapokra, és a negyedik vagy az ötödik kézé után, bemenetel után egyszer csak történt valami. Onnantól a Pablo Juárez nem beszélt velünk. És onnantól nekem kellett telemetriáznom a Zolival, mert onnantól az én telemetriámból mentünk. Joker körön mentél, ami rövidebb volt, mint a normál nyomvonal, vagy... Hosszabb volt a Joker. Nem, nyilván, most... a Joker köt nem is használtunk. Nem mentünk el a Jokerre. Calafatban 1280 méter a normál nyomvonal. Tehát, hogy... Az meglehetősen hosszú. Igen. És érdekes, 130 km volt a leggyorsabb, tehát nagyon technikás volt a pálya. Tehát ez az arról szól, hogy ki tud vezetni, mert... Voltak 180 fokos visszafordítók. Olyan visszafordítók voltak benne, hogy lobogós, bal jobbok, ja. Tehát ahol... Betört kanyarok kétszer, háromszor tört meg a jobbok. Volt olyan, nagyon ritka egyébként, és nagyon, nagyon tök jó volt, lehetett belőle rengeteget tanulni. Volt egy olyan kanyarunk, ami 3 apex pontos, nagyon ritka az ilyen. És 3 apex pontos kanyar. Hát, szerintem egyszer sem csináltuk meg jól. A 19G-re visszatérve itt ez volt a történet. Mert hogy ugye ez a beceneve most. Igen, ugye az utolsó befutáson ugye segített Luigi telemetriáztunk, és akkor igazándiból olyan közel volt itt a 4 pilóta egymáshoz, hogy ilyen 4/10 volt, tehát nagyon kicsik voltak a... 1280 méteres pályán. Nagyon kicsik voltak a különbségek. De, nem ez a lényeg, Zoli, hanem az, hogy 19... ki volt ez a 4 pilóta. Tehát, hogy a világbajnok második helyezett volt az egyik pilótájuk. Tehát, hogy nem, tehát hogyha hívhatjuk világbajnokság, vagy hogy mondjuk? Mindegy, én úgy hívom akkor is, hogy világbajnokság. És azért itt ezek a srácok mentek, és amikor... Ők helyi hülyék voltak. Igen, hát és amikor a 4/10 valójában ők zsákolták be, nem mi, akkor kezdett baj lenni. Igen. Zoli bátyán, szóval 19G. Zoli bátyán. A 19G az úgy történt, hogy adtak egy kis plusz powert, és akkor az utolsó befutás megkezdődött. Tájékoztattak minket, hogy mész egy kört, és utána lesz kis plusz power. 15 kilowatt egyébként a plusz power. Az úgy gerinc, és hány kilowatt abból a jármű? Talán 60 vagy 80, valahogy így. Ugye? Nem is tudom, valami is, hogy hány kilowattos az autó egyébként. Ó, azt most nem, az picit több, nekem ilyen 300 valahány lóerőnek megfelelő. Az alapkonszenzus. És ehhez társul mennyi kiló? 1000? Egy 1000. 300 körül? Dehogy is. Sokkal könnyebb autó. Igen? Hát ez nem kocsi. Azt tudom, az tiszta csővász, csak ugye ezek nehezebbek, mint amikor még a
Eric Slides néven a 2.4-es Ford motorral mentek. Nyilván, mert egy 50 centis akkumulátor mellett ülsz. Ja. Az autó nem tud egyenesen repülni, tehát mindig balanszol. Mert mondjuk Zolival képzeld el, amikor küldték a izét, küldték a papírt, hogy 80 kiló a izé, a limit, a súlyhatár. Hát én annyi vagyok körülbelül. De jó, hogy nem fejeztem a mondatot. Mi? Igen. Azzal kezdtük, kiértünk, a srácok mondtuk, ketten együtt 100 évesek vagyunk, tehát úgy várjátok el tőlünk. 100 évesek és 200 kiló. Ja. Hogy így intézzétek ez a kocsit. Tarkini effektus, amikor Ivan Müllerrel voltak, meg Franz Engstlerrel a dobogon túraautóban is. Hát hárman voltak 170 évesek, vagy valami. Na most visszatérve a 19 gér, itt az volt a történet, az én fejemben az volt a konszenzus, hogy ugye folyamatosan láttuk egymás telemetriáját, és úgy éreztem, hogy ott el tud dőlni történet, hogyha vagy férfi és átugrasz nyílgázon, én megpróbáltam. És 19 géve csapottam be, és az rendszer azt mondta, hogy off. És teljesen lát benne a rendszer. Az ugratók... És az függőleges irányba konkrétan? Úgy van, egyébként igen, mert úgy van, hogy tudod, az ugratók után mindig van egy kis bumpy, és pont azért nem lehetett teligázon elugrani, hogy ne ugorjál arra rá. Gáz? Elektromosnál igen. Pedig felvillant a féklámpám. Ugye a... De csak féklámpás. Tehát valójában a fék erő az egy-két newton mutatott, tehát a kocsi észre veszi. És az a baj, hogy pont úgy tette le hátul, ennek ugye egy olyan alváza van, ami középen van egy ilyen tokszerűség, és abból jönnek ki a lengőkarok, és ezt a tokot... Nyomórudas felfüggesztés, mint a formaautóknál. És ez, igen, abszolút. És ezt ebbe a bumpyba, tehát én az úr ide betette, és karosszériával vette le. 19 G volt. És a rendszer azt érzékelte, testre, hogy balesetet... Az... Most jól jött egyébként a védelmünk. Jól jött a védelmünk, úgyhogy nem volt gond. Az úgy ütés volt is. És akkor abba a körbe, jó, amit nem tudtam befejezni, egyetlen egy tizeddel maradtam le a világbajnok másik helyzetből, de én nekem ugye nem tudtam. Úgy jött, meg tovább tudott gyorsulni. Én tőlem már majdnem 8 tizedet kapott az ember. No de! Vissza fogunk még térni erre a témára. A műsornak van egy állandó jellege. Hagyományteremtő céllal már Kaiba Gergőnél bevezettem itt a legelső adásban, és neki azt a kérdést tettem fel, hogy Zoli, tőled mit kérdezne így a következő vendégként, és azt mondta, hogy úgy vezette fel, hogy hát Zoli 7 kilométerre lakik tőlem, de már 2 hónapja nem volt nálam, úgyhogy az a kérdése Kanyinak, hogy mikor mész át hozzá beszélgetni? Ha majd meghív és hoz egy kis borocskát. Majd húsvétkor azért egyeztessetek erről szerintem, illetve reméli, hogy minél több versenyen tudsz indulni a 2024-es szezonban. Mik a tervek ezzel kapcsolatban? Itt a szuperkárt azt mondtad. Úristen, a tervek azok nagyon nagyok. Komoly esélyt látunk arra, hogy minimum 2 Európa-bajnoki futamon a Károlyi kocsival, Tomival el tudunk indulni. Ezt tegnap bejelentettük az AMTS-en is. Kedves nézők, akkor itt a podcasten is az első bejelentés már a harmadik adásban megszületik, hogy Held Zoli egy Audival vesz részt az Európa-bajnokságon. Nyirádon. Engem kirúgott. Nyirádon és Belgiumban mit tett be? Metedbe. Metedbe, mert úgy is öltöztem. Az pedig a másik, ami biztos. Terve van mind az 5 verseny, ez már csak az anyagiakon fogom múlni. Meglátjuk. De ez a kettőt úgy érzem, hogy ezt biztosan mondhatom. És akkor az én kérdésem így kezdésként, hogy hogy csináltad azt, hogy az 50. szülinapodra el tudtad intézni, hogy világbajnoki futam legyen nyilván? Ez vicces, de tényleg így van. Az Orsi felhívott a AMTS-re, hogy itt van a Turbo Tomi, és azt kérdezi, hogy sikerült ezt. Nem tudom. Hatalmas boldogság, hogy hagyja, hogy az enyém, de a feleségemnek is ugyanezen a időpontban van a szülinapja, mind a kettőnké. Na, hát ez egy nap eltérés, én 25-ig kell feleségem. Sose felejted el az asszony. Sose felejted az asszony szülinapját. Meg mindenkinek egy örömünnep lesz ez. Az biztos. Szeretnék egy, azért egy 50 éves, tehát keves, nem is tudom, ez nagyon-nagyon nagy. Olyan szurkolást fogsz kapni, ez ott nem... majd még teszünk érde, hogy legyen még. Biztos. Szeretnénk helytállni is. Úgy érzem, hogy a Luigi mellett nagyon sokat fejlődtem. Vissza? Főfele, ez elvehetetlen, hogy mentünk egy román császtor mögött, és folyamatosan mentünk mögötte. Majd Luigi bepártolt ide mellém, nagyon, most is köszönöm neki, mindig is hangsúlyozom, bárkivel beszélek, hogy onnantól kezdve
úgy begyorsultunk, hogy igazándiból elmondhatom azt, hogy úgy meg tudtuk verni a román csapatot például a Fuglóba, hogy nem volt technikai problémája, nem harajtott le egy rajta. Zoli, erőből megverted az erőből ember, megvertük. Ezt nyugodtan kijelentheted, mert az ott megvolt. Tehát utána az volt a szöveg, hogy abba hagytuk, mert jött problémája volt az autónak, és nem akartunk kockáztatni, és akkor jött az a hülye ötlet, hogy most hát igazából a kára intok a Tominak, hogy becsempészed, hogy becsalt egy ilyen tesztre, és ott... Az a gyereknap volt, sok mindenkinek. Az volt, és akkor utána miért ne olyan árat mondott, hogy barát, hogy menjünk el, és próbáljuk ki. Mi történt Lugyival? Lehoztuk. Igen. Lehoztuk. Igen. És a Mária Pocson is komoly ellenfelek voltak ott is, mert a Antal Pisti az egy nagyon gyakorlott pilota. Igen, és hát ugye a gyorsabbik Audival ment. És a gyorsabbik Audival ment. Vagy és az milyen korrekt meccs volt egyébként? Igen, ja. Igen. És ott volt, hogy... Volt benne munkánk. Amikor, beszéltünk. Figyeljetek, amikor a buszba elemezünk, és akkor Luigi odaül elém, figyelj Zoli, én mentem 57-1-et. Mindegy. Na mindegy. Te 57-0-át mentél, akkor most mit mondjak neked, tudod? Igen. Akkor az úgy jól esett, tudod, hogy fölött utána még arra is el tudtunk gyorsulni. Igen. Nekem nagyon, nagyon fontos egyébként, hogy én nekem az egy személyes siker, hogyha ő vele el tudok érni egy olyan munkát, hogy gyorsabb időket menjen, mint amiket én megyek a pályán. Ettől jó, tanár. Ez egyébként minden sportban így van. Úgyhogy ennek a hozzáállásnak van jövője. Főleg ezt azért ismerem így ennyire kimondani, így testedzésben is, old school tréningben is minden normális edző ezt mondja, hogy... Te gyúrsz? Hát nem mindig látszik, alapvetően egy ilyen erőálló képességre próbálnak rámenni. Igen. Sokan nem hiszik el különben, hogy a telemetria, meg a mérnök, hogy ez csak kidobott pénz, pedig nem. Ezt váltig állítom. Itt az élő bizonyíték. Hát a részletekben rejlik az ördög. Nagyon-nagyon sok rejlik. Ez esetben meg nagyon. És ugye hát hozzá kell tenni, hogy most ugye, hogy egy szerintem Európa egyik legjobb csapatához szerződött. Nyilván ott a Tominál rám már nincsen szükség, tehát ott ő a Tomi szárnyai alatt fog menni. Teljesen, és ki lesz a spotter? Teljesen jó el. Nem tudjuk. Ennyire részletekben nem mentünk még bele. A részleteket, de tehát, hogy ott a nyilván a Tominak a infrastruktúráját fogja ő használni. Ugye az én szerelem a Pápai Tomi, a Bird Racing, hogy már hadd említsem meg őt is, mint legjobb szerelő szerintem. Ő ugyanúgy ott lesz az Audi környezetében, ugyanúgy a Tominak szerelni, segíteni. Nagy valószínűség szerint a Tomi fog nekem spotterelni, de nem tudjuk még. Tehát most eldőlt, hogy megyünk, ez a kettő verseny fix, a 5 EB az most alakulóba, próbálok támogatókat is szerezni ehhez a dologhoz, hogy sikerüljön, és mindegy magyar újoncként menjünk. Hát bízzuk benne, hogy minél többen lesztek magyarok, és lesz is miért szurkolni, nem csak a szülinapi köszöntésből fog kijutni, hanem szurkolásból is. Ott eredmény is lesz egyébként. Bízunk benne. Én hiszem egyébként, én nem csak bízok benne. Hiszem, és a másik dolog, hogy a pálya felkészítésével kapcsolatban is ugye komoly munkák zajlanak. Köszönhetően többek között Herzolinak, meg annak az összefogásnak, ami zajlik jelenleg Nyirádon, Szelei család, igen. Kárai Tomiék, nagyon komoly. Herzolik. Nagyon komoly. Tényleg ez talán nem is nagyon volt ilyen a történelemben, illetve akkor, amikor Magyarországra került az Európa-bajnokság, akkor volt ilyen jellegű összefogás. És én nem buzdítok mindenkit, hogy azért, aki komolyan gondolja ezt a rallycrosst, hogy tegye oda magát, mert én oda tettem magamat, Tomi pénzt akart adni, Tomi Isten őriz, tehát én ezt segítségből akarom, hogy ezt csináljuk meg, haladjon, legyen egy szép pályánk, alakítsuk át, ami kell, és akinek teheti, az tegyen hozzá, mert most nem csak a Tomi, oké, hogy jövő a pálya, de az idehozott egy VB-t, egy EB-t, vagy idehoztak. Igen. Én azt mondom, hogy mindenki tegye ki a részét, aki csak teheti. És ez az idő, vagy ez a fajta összefogás picit, mintha a régi időket idézné, amikor ment a nagy bartelezés és a szolgáltatások csereberéje, úgymond. Olyat szerinted ér mondani, hogy akinek nincs hozzá jó szava, az állja már meg valahogy, hogy nem kommentál alá butaságokat. Bármilyen dolog alá is. Akár rázókövel alá. Igen. Ezt jó is, hogy mondod, mert... Egyébként vezetne néhány kört egy skandináv pályán, akkor hamar rádöbb benne, hogy ezek még mindig csak ilyen, ez csak felfestés. Nem véletlenül kommenteltem oda egyből, hogy
hogy mi történt. Csak hogy mindenki képbe kerüljön, gyakorlatilag az volt, hogy Held Zolinak és csapatának köszönhetően a katlanba lefelé vezető részen új rázókövek készültek. Erről kerültek fel képek a Facebookra, különböző rallycrossos tematikájú csoportokba, és hát volt, aki értetlenkedett, hogy ez akkor most milyen pálya lesz, meg majd szétüti szépen az autókat, és igazából szó nincs erről. Tehát ott is leírtam kommentben, hogy itt az FIA-nak külön van egy függeléke a körpályás zárt pályákra vonatkozóan, és ebben a függelékben külön szerepel egy kitétel a pályát övező elemekre vonatkozóan. Például a rázóköveknél megvan az határozva, hogy milyen hosszú, milyen távolságokban állhat, milyen szögben lehet, hány méter hosszan, mennyire a pálya szélétől. Tehát erre mindegyikre van egy külön kitétel, ugyanez vonatkozik gumifalakra, rajthelyekre, lámpa elhelyezésekre, posztok helyére. Szóval nagyon-nagyon részletekbe menően oda kell erre figyelni, és ennek megfelelően lett kialakítva úgyhogy akinek nem tetszik, az ne jöjjön ki a versenyre. Amúgy a tavaly a kapcsolatban, hogy volt ez a vízelvezetési probléma, azért rá feltárások történtek most, ott voltam, és most nem lesz ilyen probléma. Egyébként ezt is jó, hogy mondod, hogy 2020-ban került ugye Kárai Tomékhoz a pálya, és vagy 21, már most így nem is tudom, teljesen mindegy, tényleg 21, igen, mert novemberben tért vissza. Tudom, mert akkor mentem a Mózer Attilának a csapatába, és az első, a legelső beszélgetésnek azt hiszem talán pont főtanúja voltam, tehát ezért tudom ennyire pontosan. Igen, 21-ben volt, akkor bocsánat, de nagyon jó az, hogy figyelnek Tomiék arra, hogy a pályán, hogyha bármilyen hiba felmerül, akkor a következő szezonra vagy következő időszakban ezek orvosolva legyenek, igen, és ennek megfelelően történnek a változtatások is. Még egy lelátó, amit még bővíteni fogunk, abban is tegnap beszéltem Tomival, abban is részt fogunk venni, természetesen teljes bedobás a mellszélességbe, hogy azt is meghozzuk, hogy minél többen ülve tudják nézni ezt a versenyt. Épít magának egy pályát. Ja, nem. Szülinapjára épít magának egy pályát. Egy szülinapi Held Zoli szektor. Nagyfiúknak. Hát akkor én is megcsinálhatom, hogy nem. De igazából nekünk volt hőjezve világ. Ja, nekünk volt világ. Na de, a műsornak van egy állandó rovata, és nem biztos, mivel már majdnem fél óránál járunk, hogy minden kérdést ki fogunk beszélni, de az a lényeg, Zoli, akkor elmondom, hogy van 12 kérdésem, rövid villámkérdések, gyors választ szeretnénk kérni, hogyha nem tudsz rá egyből válaszolni, akkor nyugodtan lehet passzolni. Mehet? Rajta. Kedvenc film? Bence. Kedvenc turista cél? Mondjuk úgy, hogy hölgyesz. Kedvenc sport, ami nem technikai sport. Futás. Kedvenc nem magyar pálya. Hölgyesz. Ki a példaképed? Luigi. Nem rallycrossban, úgy emblek. Akkor passzolok. Jó, kedvenc ellenfél? Chastorál. Régi időkre alig rossz a Skodával, vagy a mostani modernére? A mostani modernére. Ki a legnagyobb támogatód? Megnevezhetem? Persze, aztán. Dobsa Imre. Kit támogatnál szívesen? Az olyan versenyzőket, mint például a Kajba Gergely, akik... Rövid válasz. Majd... Kajba Gergely. Jó. Miért ez a kedvenc sportod? Egy szóban, vagy egy nagyon rövid? Családcentrikus. Mi az álmod a rallycrossban? Az Európa-bajnokságon részt venni, minél jobb eredménnyel. Elektromos vagy benzines autóval? Még végig sem mondtam, már rá is vágtad, nagyon jó. És akkor most beszéljük ki egy picit hosszabban ezeket a kérdéseket. A kedvenc film volt az első kérdés. Kedvenc film? Kedvenc film, igen. Azt hittem, hogy a kedvenc fiam. Bocsánat, rosszul artikuláltam. Nem, szóval. Egyébként az előbb már kiemelted, hogy 50 éves lesz. 50 éves, hangosan. Ezt már figyelem, hogy kicsit hangosabban beszél, kérlek. Jó.
Mert azért lettek akkor a rázókövek is, mert nem jó szeme az embernek. Nem értik. Jobban lásd majd, amikor közeledsz felé. Kedvenc film, akkor azt passzolom. Tehát. Jó. Kedvenc turista cél. Is. Azért a hölgy ezt, mert a Luigi vitt ki minket először, és szeretném a feleségemet is majd kivinni, mert az a Woodstock Fesztivál, az egy nagyon furcsa világ ott. És azt érdemes. Megéregyi. Sajnos nem. Megéregyi. És olyan szinten bakancs listás. Ha saját pénzeden egy turistazsákkal stoppal, akkor is jó. Évek múlva tervezem, de... Rengeteget lehet látni. Aljas. Ennyi utalást vélek aljas, felfedezni. Aljas. De menjünk tovább. Passz. Csori, megálltunk, mert egyszer láttunk egy fágat, megmondtuk, biztos én szarvas. Már szegénynek már. Hallod, már mindenhol azt láttam, már beláttam, hogy ezért, hogy mondod, egyetlen rámlás. Eddig akárhányszor voltam kint, mindig találkoztam. És kedvenc sport, ami nem technikai sport. És a futás volt. Most a futást, igen. Ez talán tavaly kezdődött el, amikor a BMW-vel mentem, hogy tavaly... Már nem, annyi autót kezdődött. Vezettél, már nem... Igen, mert lefogytam, nem tudom mennyire emlékeztetek, azért 90, vagy 106 kilóról le tudtam fogyni, 89 kilóra, és ugye ez a futás hozta. És mikor elkezdek futni, elkezdek gondolkodni, és akkor elszemlődik a Chastorál, elszembe jutnak az versenyek, és elmélkedek saját versenyemén, hogy mit rontottam el, mit kell másképp csinálnom, mert nem az a baj, hogy hibázunk, hanem tanuljunk a hibáinkból. Ezt mondom a saját munkásaimnak, dolgozóimnak is, hogyha oké, hibázunk, mert emberek vagyunk, de ha tanulunk belőle, akkor jó. Meggondolom, amikor elkezdesz futni, akkor arra gondolsz, hogy hoppá, jön Chastorál, aztán... Igen, nagyon sokszor, nagyon sokszor leforog előtted, hogy mit kell csinálni, hogyan kell csinálni. Igen. Csak Jokernél figyelni kell nagyon. Azt mondja, hogy kedvenc nem magyar pálya, ugye az is hölgyes volt. Szeretnék azon az ugraton ugratni, gyerekek. Az a baj már, az ugrató már nem dob el. Tehát régen, mikor 16-ba, 17-ben mentem rajta, vagy lehet 17-ben, mindegy. Mikor mentem rajta, a következő részt tartó azok el. Nagyon elrepültek ott az autók. Most már legömbölyítették. Mindegy, nekem nagyon tetszik, ez már a BMW-sek. Miket repködnek azok is? Fú, igen, amikor a Nordicban mennek a merevhidas rettenetekkel. Azokat a kocsikat, mi a megállapításod, hogy azok olyan így, meg hú? Azok az sportos autók. Tehát mikor azt így azt mondod, hogy ilyen az a Tiger Woods, tehát, ha jól mondom. Tiger, tehát mit gondolsz azokról a kocsikról? Tehát mi, hogyha 1-től 5-ös skálán pontozni kéne? Az a baj, hogy... Mit gondolsz? Hát csak gondolj. Én imádom ezeket. De gyors választ, azt gyors. Játsszuk most, nem? Imádom. Okay. Tehát, hogy ez a reakcióm. Ötös. Imádom, igen. Figyelj, ha még láttál tyúkolat. Ja. De kombi van, ember, kombi van. Olyan tyúkolak, hogy figyelj, a csávó, a kombi csávó. Ő a versenyző, a szerelő, meg saját maga spotter. Konstruktőr. Minden. Olajos kézzel ült vissza a kocsiba, és úgy bent újból. És fölvette a tűzálló kesztyűt, úgyhogy nem törölte meg az olajos kezét. Figyelj, így néztünk a Zolival. Zoli, figyelj, van fejed. Igen, de... Irigyelésem értó alkattó figyelni, az a hozzáállásuk, hogy az a lelki, nagyon, nagyon komolyan nyomják ők is. De ebben ilyenek a magyarok is egyébként, a magyar depóban is kapsz alkatrészt. Megpróbálják megcsinálni az életet. Hát csak ott ugye gyakorlatilag nemzeti sport, szeptember végén lemegy a nap, márciusban fel kell, aztán addig meg tudnak szögálni a garázsban. Kámélyen. Látjuk, kim voltunk decemberben? Jó, sötét volt. Ja, meg de hideg kim volt. Voltunk Trondheimben megnézni szuperkár. Ott van a Helltől talán 50 kilométerre. Még annyi se. Ja, még annyi se. Volt. Brutál. Ez jó. Hideg van, mint az atom. De sötét van. Baszki. Fú, nagyon furcsa világ. Ja, ja. De jó volt. No de, hölgyes. Nyilván ez mindenkinek bakancslista, ugye Magic Weekend. A következő kérdés pedig az volt, hogy ki a példaképed? Én Luigit említem most is. Összejöttünk a hibrid dologgal. Ott találkoztam vele először. 2020-ban. Egyébként mi ezt a barátságot ennek a sorozatnak köszönhetjük. Ennek a sorozatnak köszönhetjük, hogy ez így történt, mert... Többet kaptunk tőle, mint csak egy évet, amit versenyzünk. Annál segítőkészebb embert, mint őt, nem találtam a depóba azóta, aki őszintén akarja segíteni a tehetségeket, most nem azért, hogy én tehetséges vagyok, vagy nem, de ő az az egyetlen, aki őszintén, és ő segít. Ha odamész, és megkérdezed, hogy Gyula,
figyelj, ez hogyan, segíts ebbe vagy abba, ő el fogja mondani, még ha titok is sokszor még azt is kipletykálja, amit nem kellene, de ő volt az egyetlen, aki őszintén, és ő egyszer még majdnem meg is értettem, mert ki akartam neki fizetni valami pénzt, de hál' Isten jól lekezeltük, mert ugye nevezés, nem tudom, mi volt, emlékszel, valami nem, eurós? Nem így van, az a helyzet, hogy nem jól csinálom a dolgot, mert igazából most azt kell mondani, akkor ez a szezon az ennyi volt, és akkor nem így csinálom, mert nekem, mint az előbb, amit mondtam, hogy ha az ő dönti az én köridőimet, akkor az annak én szívből örülök. Egyébként és ezért nem mondom az, tehát sok szóbeszéd van, de én ebbe hiszek, amit látok a saját szememmel. Hát a rallycross közösségépítő ereje egy újabb pontban, és egy újabb szemszögből. Igen. Tehát vannak mások, akik ugyanúgy kedvelek, mert értékelem az embereket, de most erre az gyors kérdés, nekem ez volt a legjobb, és most tudjátok, hogy miért. Így van. Ahhoz képest, hogy mi így állunk hozzá, annak is örülnénk egyébként, ha legalább a fiatalok köszönnének a depóban, nem? Ja! Akkor én öreg vagyok? De te köszönsz, úgyhogy persze. Én mindenkinek köszönök igazából. Hát ez így tanított anyukám nekem is. Hát meg igazából itt mindenkit ugyanaz köt össze, ugyanazért vagyunk ott nagy részt, csak más-más szerepkörökben. Nem közhely, ez egy család. Így van. És akkor ebből a témakörből, ebből a kérdésből át lehet kötni az ellenfélre is, mert ugye már a Császtorál féle sztoriból jön az, hogy az elején is ezzel gyorsult el be, hogy Luigi is van történet, előttem. És akkor én a Dadannal, a Remetei Péter, meg a Pitbull-a beszélgettem, és akkor hát a Császtorál így, meg a Császtorál így, meg senki, meg semmi, hát megfogtam a legnehezebb feladat, a legnagyobb fába vágtam szerintem ebből a lehetett itt válogatni, mert volt rá anyagi keretem, hogy most hova menjünk, hogy keresünk kategóriát. Én megfogtam a legkeményebb szárát szerintem. Nem, egyedül nem is sikerült, tehát ezt hozzá is ketteni egymagadba nem is sikerült, de így, hogy úgy segített, így... Tudod, hát, mi volt a legnehezebb meggyőzni? Miről volt a legnehezebb meggyőzni? És mondtam neki, hogy figyelj, adj egy olyan szabad kezet, hogy megyünk három versenyt, és meglátod, nagyon jó lesz. Egyszerűen ő is annak ellenére, hogy tehát nem tehát van fifikája, nem idióta, vállalkozó, családapa, érted, minden. És egyszerűen ő is láttam rajta, amikor mondom neki, hogy figyelj, nincs, aki megmondja neked, hogy kell gyorsan menni. Akkor nem leszel gyors. És így tudod, így nézett rám, és tudod, és amikor látod, hogy befejeztem már, tudod, érted? És, igen, ez a provokál, vagy segíteni akar, aha, típusú hozzáállás. És mikor mondom neki, hogy telemetria, és ez a titka az autósportnak. De nem csak az autósportnak, bocsánat, a technikai sportoknak. Telemetria. És nem. És egyébként, tehát most ezzel a közösségnek is segítünk. Tehát annyira szeretem, hogy az emberek, ahogy ezt az egész telemetria dolgot, meg mindent ezt kezelik, abban így Európától iszonyatosan el vagyunk maradva. Pedig ez hiányzik ahhoz, hogy a pilótáink kitörjenek. Ez egy nagyon jó cím is lehetne a videónak, egyébként lehet majd ez lesz, hogy a telemetria a kulcs, vagy majd visszahallgatom, és akkor megoldom. De igen. Szóval a következő kérdés pedig az volt, hogy régi idők rallycrossza a Skodával, vagy a modern éra? És elég határozott volt a véleményed, hogy a modern éra. Igen, hát most így 50 évesen elmondhatom, hogy mentem a régmúltba is, meg megyek most is, sokkal fejlettebbek az autók, sokkal intelligensebbek az autók, meg sokkal erősebbek az autók. Én akkor még pont nem jártam OB futamokra, illetve hát így távol-keleti suhancként azért a Cserénfa, Ádánd, ezek teljesen kimaradtak. Abban az időben biztos, hogy jól hangzott, meg jó volt, de ha most döntenem kéne, akkor most megcseréném, vagy nem tudom, hogy... És az neked teljesen saját reszelés volt, meg milyen volt ez a Skoda egyébként? Kranztoncsitó béreltem, meg a Szízsó, először a Szízsoltéktől béreltünk egy úgymond kis Skodát, akkor a kisebbikkel mentünk, ott ilyen negyedik, ötödik helyekre el tudtunk jutni vele, és akkor utána jött a nagy meggondolás, hogy a Kranztoncsitó lebérjük a nagy autót, és ott is... Ez volt a Golf? Nem, ez volt a Skoda, amit 98-ban zónaversenyen ott elsaját értünk el.
Sőt, olyan furcsa volt, hogy bejutottam, akkor A, B döntők voltak, A döntő hatodik helyára bejutottam, és ott is meg ötödik lettem, hogy ugye feljebb sorolnak nagyobb kocsik közé, akkor még az volt. Igen, és a... És azt se tudták, ki nyerte meg a versenyt, sose fogom elfelejteni a rendezőknek, mert sose felejtem el, mert nem is engem hoztak ki győztesnek, hanem a citronás csávót, és akkor utána kopogtattak, hogy te hülye gyerek, hát ez nyerte meg a versenyt. Na. Milyen gáz. Az analóg világban az akkor az igen, az egy nagyon más világ volt. És hát most így a faroskodáról eszembe jutott nagyon sok minden, hogy az... Az milyen élmény volt akkoriban azt vezetni? Figyelj, úgy élmény. Rajtkészség az... Az nagyon jó volt, szerintem, hogyha harmadikban még nyomtál egy nyelet, akkor nem ért le a két első kerék szerintem rajta. Azzal kellett nagyon számolni, tudod, hogy nehezen fordul. Az biztos. Ja. De tehát akkoriban ez komoly technikának számított, főleg a Toncsi az volt a csúcs kategória szerintem akkori. Hát meg akkoriban már talán rakosgatták bele a Felicia minikitkár blokkokat. 168 lóerős volt a kocsi. 98-ban. 98-ban. Az, igen, az egy más idő volt, és egyébként, az a 168, az máshogy lett leadva, mint most. Az a 168 lóerő egyébként egy ilyen mínusz 1006-ban még most is megállja. Az bőven, azzal lehet menni bajnoki címért akár. Következő kérdés pedig a legnagyobb támogatódra vonatkozott. Igen. Hát a dobsaimre... Ő kicsoda? Mit lehet róla tudni is? És mit köszönhetsz neki? Vagy... Ő például azzal motivált, hogy eleve egy alaptámogatás most anyagilag is segít a versenyzésbe, és motivációs is, mert minden nyert versenyért felkínált 1000-2000 eurókat pluszba a támogatás fejébe. Tehát, hogy volt egy alapkozás, hogy ennyit tudok adni Zolika erre a dologra, viszem a cégnek a reklámját, és hogyha nyered, akkor ennyi pénz pluszba kapunk. És akkor ez úgy tök jól jött ki, mert az Európa bajnokságon volt egy betétfutam, ez lett egy kategória nekünk, ha emlékeztek rá, ami eleve nyert 2000 euró fődíj. Az egyébként sajnálatos volt, hogy az a nap végére maradt. Igen, sose de... felejtsük el. Igen, de nem is az volt a legrosszabb, hanem az, hogy úgy lett a nap végére, hogy még ráadásul minden után még fél órával indulva. Igen, tudom. Az annyira gáz volt. Hát igen, az nem a rendező múlt, hanem ott a promóteren. A promóterem volt, tehát mindenki, én is arra vagyok kibukva, hogy mi ottán meg várunk fél órákat, meg órákat, hogy elkezdődjön, és akkor minket meg, na, mindegy. Azért mindegy, akkor is az egy nagyon jó sikerült futam volt, és voltak ellenfelek is, akik sikerült legyőznem, hála Isten. Az jó volt, az nagyon jól esett, az nagyon jól esett. Hát meg ott kezdett belendülni neked a szezon az új autóval ráadásul. Ott már jól ment. Kit támogatnál szívesen, és nyilván Kaiban Gergőt mondtad. Igen, figyelj, olyan kicsik pénzben egy garázsból csinálja, amúgy a Vámosi Tibit is hozzátenném, mert ő a két ilyen szempontból példaképem, hogy mind a ketten otthon a garázsból a Weiling mellett ezt csinálják, hogy ez példaértékű, és nagyon rossz is az, hogy olyan kár, hogy ennyire ügyesek. Ennyire és ügyesek ilyen is. Piciből mennek. És mennyien vannak még így ezzel? Igen. Nem látják ezt igen. meg. Sokan vannak biztos, én őket ismerem. Csak őket ismerik, így van. Őket támogatom mindenki. Tibinek is voltunk kint voltunk külföldi versenyen, és akkor... Megsporoltuk a szuperkáron a gumit. Megkapta az éve. Odaadtam a szlovákeringen, és odaadtam neki gumit. A Sertlet számba is odaadtam, mondom, Tibi, itt a két új gumi, rajtod le őket, azt öld meg őket, és megnyerte, hallod? Tudod, milyen jó érzés az, hogy na, igen. ezt a kicsit tettem hozzá, mert hozzáteltem, akkor menjünk, azt csináljuk. És hát azért volt is eredménye. Igen, igen. Azt láthattuk az elmúlt két szezonban. A Tibivel is, tehát engem az esít jobban a rallikuszban, hogy bekerültem a mínusz 2000-be, az elejébe mentem mindig. Bekerültem a BMW közül, az elejében is mindjárt tartott tőlem a Vámosi Tibi, mindjárt tartott tőlem a legmenőbbek. Igazából vezettem a CESZ-t is, csak ugye a saját hülyeségem vitt el abba, hogy... Bowling Zoli. Igen, igen saját, akkor nem volt még Luigi-m se, és ott tanultam meg rallycrossozni, hogy nem szabad mindjárt ütni-vágni. Én is egy kicsikét túl hogy a hevedenciával, vagy túl hevesen kezdtem el, de onnantól jött az, hogy le tudok hozni egy szuperkárt úgy, hogy karcmentesen. Egy edzést lehoztunk, hogy igazándiból innentől ott tanultam meg, hogy ez nem éri meg. És azon kívül, hogy a pályán keményen küzdöttetek egymással, a depóban megment a haverság, igen, bandázás. Az nagyon-nagyon... Egyébként az a legkomolyabb a plusz 2000-ben. Igen. Ez a sztori, amire igen, de azért, mert ott szerintem idős bácsi... A kamerának is mond, mert...
Az a legfontosabb, hogy mindenki tudja, hogy... A plusz 2000-ben ott körbe lehet nézni. Nem bántásból mondom a fiataloknak, de legalább köszönjetek. Igen. Én nem tudok most egyébként egy rossz szót szólni a fiatalokra, juniorokra. Én tök jóban vagyok egyébként nem, velük. Nem csak a juniorok, a fiatalok. De... Sőt, a juniorokra az rá van pirítva, hogy tiszteljétek az ilyen idős bácsikat, mint mi. Bácsik? De, az autósport az kortalan. Nekem Gabriele Tarquini nagy kedvencem. 60 évesen Nürburgringen, sőt, Nordschleifen, bocsánat. Azért berajzolt egy VB futamot, úgyhogy szerintem, amíg élünk, mozgunk, nem? Ő motiválja az embert különben. Abszolút. Ha nem rallycrosshoznák, már 110 kiló lennék, és... És mennyi mindenre van hatással? Készültünk kalafatra, igen? És izét egymást hívogattuk, hogy ma meg volt az edzés. Ja. Ja, azt hittem, hogy mit eszel, és akkor annak megfelelően is. Hát szinte majdnem az is. Aha. Tehát szinte majdnem az is. Tehát egymást hívogattuk, hogy voltál ma futni, voltál izé, aha. Voltál edzeni, voltam. Meg volt ma a bringa, meg... Tehát szóval... Az, hogy és semmi nem volt, elmentünk gyakorlatilag jól érezni magunkat a Vidán Parkban. Erre. És arra is mondt. Magamtól egy ilyen majdnem 30 napon keresztül minden nap elmenjél futni reggel kilométereket, és megállsz a street fitness teremben, és akkor ott nyomod, vagy hát ezért placon inkább így van, és akkor nyomod, és utána futsz tovább, és hazamész, és azt érzed, hogy most jó. Ezt nem csináltam volna. És minden felé lehet átvinni ezt az alázatot, mert, igen. Mert ezen múlik. Ez így van. Miért ez a kedvenc sportod? És igazából itt a családi vonalra már ki is tértünk, félig meddig. Igen. Ki is fejtetted ezt? Nem, azt mondom, hát, hogyha így, hogy igazániból furcsa dolgok ezek, mert a saját feleségemmel, hogy járunk ezek a versenyekre, és majdnem mondhatom, hogy azóta újból megtalált a szerelem vele kapcsolatban is, hogy olyan dolgokra, olyan helyekre menjünk, ahol sose jutnánk el, a gyerekeimet olyan országokba, olyan helyekre viszem, ahol sose, olyan emberekkel bandázunk, akikkel amúgy sose. Talán volt is egy ilyen poszt, aminek sok pénzt elköttünk, de olyan emberekkel találkozunk, amikkel amúgy nem találkozná. És az életbe engem előrébb vitt, amióta ez a rallycross van, olyan emberek vesznek körül, akik azért többség ilyen építő jelleggel vannak az életemre. Me too. Egyébként ezt én is tudom tanúsítani, mert sokan így csodálkoznak, hogy hát ebben mi a jó. Hát ez egy brutális nagy szociális élmény egy ilyen hétvége, igen. Egyébként. Nagyon-nagyon. És ahogy úgy is mondaná a mondását, nem, az odavezető út is nagyon fontos. Ez nagyon fontos. Az odavezető út. Meg hogy amennyit lehet utána mesélni, meg sztorizni. Ja, tehát, nekünk ez figyeljetek, olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy mi tudtunk venni egy rendes nagy lakóbusz, és a Gergőiknek a gyerekei bejöttek hozzánk, és akkor tudod, a gyerekek bújócskáznak, és imádják, alig várják a gyerekeim, és hogy apa, mikor indulunk, mikor megyünk már versenyre, mert jól érzik magukat, mert ott az a közösség, tudják, hogy kinek a gyereke, már nem számít, tudjuk, egy zárt pályán vagyunk, becsukják a kapukat, gyerekekkel baj nincsen. Meg az egész. Az egész, igen. Az mindegy, az tök jó bemenni a másik sátrába. Igazándiból szerintem ott mindenki nagyon-nagyon-nagyon kevés a akkor mindenki szeret mindenkit. Mert nagyon jó. Ezt mondanám én is. És az oda az út, az nagyon-nagyon az fontos. Az a legfontosabb. Mindig az utat szeretem járni. Ha megvan a cél, sőt, amikor már közelítek a célhez, akkor már kezdek úgy, kéne valami új útvonalat keresni. Basszus, itt olyanokat mondasz, Luigi, hogy mi legyen a videó címe, és így néha így Buddha lettél most, vagy? Én voltam Sri Lankán, ő nem volt. Várjál, még van még egy mondat fölírva. Azt nem mondtál. Mi az álmod a rallycrossban? Hát idén ugye... Teljesül az álmod. Remélem teljesül. És a szuperkárs álmom az amúgy teljesül. Amúgy Koncsek Zolinak köszönhetem. Ő adott ebbe, így mondom, iránymutatást, mert azt mondta, hogy Zolika, tök mindegy, hogy hányodik leszel, de ott van a neved azon a táblán, hogy ott van a neved, és oda vagy írva, hogy te itt vagy, és azért ebből jött az, hogy oké, akkor én is megpróbálom. Renault Clio lett a választott. Ide hadd mondjak, igen? Valamit? Itt is szeretném megkérni azokat, amikor kint vannak ezek a srácok külföldön és versenyeznek, akkor ha nem tudják megállni a negatív kommenteket, hogy miért 16-dik, azt úgy kéne értékelni, most mindegy, nem kijelöltem egy eredményét valakinek, csak mondtam egy számot, hogy de tök jó, a
Európa 16. helyezettje a kis pilótánk, és hagyjuk ezt a ki hogy megy, ki miért megy, ki ezen. Mondjuk már neki azt, hogy hajrá. Pontosan. Köszönöm, hogy ezt elmondod. Egyébként nekem ez egy ilyen misszió, nem véletlenül csinálom ezt a podcastet is, és itt nem olyan versenyzők fognak ülni mellettem, akik befizetnek egy X összeget, és tolják magukat előre a médiában, hanem szeretnék olyan versenyzőket én is megmutatni, megismertetni, akik saját erőből, külön az egy történet, ahogy ők a pályára kerülnek, és nem mindig az első helyek mögött van a legnagyobb sport teljesítmény, hanem sokszor egy negyedik, ötödik, hatodik hely, tizedik hely mögött sokkal nagyobb energiabefektetés van, alázat van, áldozás van azért, hogy egyáltalán indulni tudjon valaki, mint egy első hely mögött, aki mondjuk viszi a táskát, overált ruhát, pittyenti a kártyáját, vagy leüti az entert a tranzakcióhoz, hogy a bérelt autóval menjen, és úgy megy az első helyekért. Nyilván annak is megvan a maga sporteredménye, meg az is egy nagyon szép dolog, meg abból úgy is lehet rosszul menni egyébként. Igen, tehát, hogy... abból is lehet rosszul menni, persze. De alapvetően itt, akik mennek a magyar és zóna versenyeken, illetve az Európa bajnoki versenyeken, ők azért nagyon komoly időket és energiákat áldoznak erre, hogy ott legyenek már a rajtrácson, és az, hogy még eredményesek is, az már csak egy plusz bónusz ezek mellé. Az, hogy ott vannak, az már eredményes, és az, hogy ők ezt ilyen szívvel, lélekkel csinálják, ez mindenképpen támogatást igényel. Hát igen, csak ezért is volt ez a hosszú monológom, hogy sokszor nem látják azt, hogy egy-egy eredmény mögött mi rejlik. Ja. Nagyon sok munka van benne. Hát az mennyi meló volt, hogy Svédországba berúgja. Ja, nem. Ezt nem szokott, várjál, ezt nem szokott, Zoli. Kihozott, majdnem reptérről. A reptér, titeket? Ja, nem. Nem. Nagyon nagy volt a történet. Figyelj, ezt el kell mondjam, de ezt muszáj. Ezt jó. Muszáj elmondanom. Figyelj, megérkeztünk. Ja, de miért lekéstük a... Helyszín, idő? Finnországban vagyunk, vagy hol volt? Svédországban, Norvégia? Nem, Norvégiában. Norvégiában voltunk. Ezek a keresztes zászlók ki tudja megkülönböztetni, és ott szintévesztő is vagyok, nem tök minden, ugyanaz. És valami oknál fogva nem tudom, ezért nem jutott nekünk, pad. Nem jutott nekünk bérautó, mert valami lekéstük a bérautó szolgáltatást. Valami történt, aztán ott kellett aludni. Lefekszünk. Ilyen padokra, Bíró Csabi, veszélyes vele menni bárhová. Figyelj, messziről kilövik a csávot. Várj, ezt ő is fogja hallani. Ő ezt viszi, tehát hogy ő ezt mondja is, hogy ez így van. Kívánja az ostor. Abszolút, de ez egy csapatunk vezéregyenisége, tehát hogy nagyon minden versenyben ott van. Nagyon-nagyon jó. És kivéve nem tudja, hogy volt az M1-esen. Hát igen, vagy éppen visz, fölakaszt a normálisan a trélert a helyére. Vagy elhagyja a lakókocsi, átmegy rajta. Mikor előzi a trélert, akkor nem kérdezi meg, hogy ez kié. Tehát, hogy így, na jó, mindegy. Csak egy műsor csinálni. Egy műsor simán menne, érted, a Rallycross mellett lévők címposzt. Lesznek olyan vendégek, tervben van. És lefekszünk ott, lehéderelünk, megáll a két rendőr. És így várjál, elektromos rollerük, és így világítanak a szemébe a Palinak, érted? Fölállok, mivel ugye angol... De meg nem, neked szólt. Először a Csabit próbálták, de ugye angol semmi. Engem szólt, kelljek föl, hogy itt vannak a rendőrök, hogy mind... Hát mondom, te soha, akkor jó, hogy itt vannak, úgy akart jönni segíteni. És mivel ugye az angolban abban én mozgok inkább, és mondtam, hogy jó estét, megpróbáltam szépen, hogy segíthetek valamit, és mondta, hogy nem. Nekünk ők kellenek. Mondom, én már jó vagyok, tehát én már nem vagyok bajban. Mondom, de mondom, az az igazság, hogy együtt vagyunk ezek a gyerekekkel. Mondom, ne vigyék már elő őket egyedül, akkor megyünk is. És a végén kiderült, azt hitték, hogy be vagyunk rúgva, képzeld el. Úgy néztünk ki, mintha belemnénk rúgva, pedig nem. És hogy azért alszunk ott, mert nem. És mondtam, hogy figyelj, 12 óra múlva lesz csak bérautónk, úgyhogy úgy döntöttünk, addig szundítunk egyet. Hát lehet, hogy most mi is szundítunk egyet, és le is zárjuk most az első adást, a harmadik epizódot, de a negyedik epizódban marad ugyanez a felállás Lajos Gyulával, Luigival és Held Zolival. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, kommenteljetek, hiszen a YouTube algoritmus szempontjából ez számomra nagyon fontos, és egy hét múlva találkozunk majd a következő adásban. Addig is, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.